A Városházán köszöntötték a Nyíregyházára érkező kárpátaljai pedagógusokat és családjaikat. A meghívottak egy élménynapra érkeztek a Szabolcsi Vármegye székhelyre. A sóstói programok után szent liturgiára és vacsorára is várták a családokat, a nap zárásaként pedig a 15. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál nyitóhangversenyére. A jótékonysági koncerten a kárpátaljai oktatás, a háborús körülmények között dolgozó és élő pedagógusok, segítőhivatásban dolgozók támogatására gyűjtenek pénzadományokat. Az élménynap ötlete egyéni kezdeményezésből indult, amelyet a Besenyei György Irodalmi és Művelődési Társaság és a Nyíregyházi Önkormányzat is támogatott. Én dr. Kürner Éva asszony kerestem meg ezzel a gondolattal először, hogy ebben a széttöredezett világban, amikor mi békében élhetünk, de néhány kilométerre arrébb nem ez a helyzet, mégis hogyan tudjuk tartani a kapcsolatot egymással, hogyan tudunk találkozni, hogyan tudjuk elismerni azt a helytállást, munkát, amit Kárpátalján, Ukrajnában a pedagógusok végeznek. Ők fogják a gyerekek kezét, ők nyugtatják meg őket, ők kénytelenek elviselni, hogy férfi nélkül kell az életet folytatni egyelőre, és hát reméljük, és ez egy kívánság is, ez a jótékonysági nap és koncert, hogy lesznek idők, amikor békés, nyugodt körülmények között tudunk találkozni oda át. Most ez itt lehetővé válik. Ez köszönhető annak, hogy sokan gondolkodtak hasonlóan, és így Szabó Dénes Karnagy úrnak említettem először, mint ős kantémuszos, és nem engedte, hogy végigmondjam a gondolatot, rögtön azt mondta, hogy jótékonysági hangversenyt adunk a tiszteletükre is nekik. Az élménynapra több mint 80-an érkeztek Kárpátaljáról. Erre a kezdeményezésre a főiskola közel 80 munkatársa hozzátartozókkal, gyerekekkel együtt érkezett, és a csapatban a főiskola munkatársai mellett a társintézmények, a P.Farangepán Katalin Gimnázium, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola munkatársai vannak jelen, az EGÁNEDE szakképzési centrumnak a kollégái is itt vannak, és ez egy óriási lehetőség, mert ugye Ukrajnában háború mindennapjaitól kiszakították ezeket az embereket, ezeket a gyerekeket, és ez egy óriási lehetőség, hogy egy ilyen pihentető napra el tudtunk jönni, és amellett kulturális élményben is részesülhetünk, hiszen egy jótékonysági koncertet is szerveznek, aminek úgymond a bevételét azt felajánlják. Az élménynap szervezését a Nyíregyházi Önkormányzat mellett a Nyíregyházi Egyetem is segítette. A Nyíregyházi Egyetemnek nagyon régóta nagyon jó kapcsolata van a kinti Beregszászi Főiskolával, hiszen ők hozták annak idején létre, és ők segítették annak idején kezdetben a működését, hogy aztán kint ez egy önálló szervezetté váljon. És ez a civil kezdeményezés talált meg még minket májusban, és egyeztettem a civil szervezetekkel, és így alakult ki lényegében az, hogy el tudnak jönni, illetve átjönnek ide hozzánk Nyíregyházára, eltöltenek itt egy szép, kellemes napot a gyerekeikkel, mert nyilván férjeik vagy harcolnak a fronton, vagy pedig nem tudnak átjönni a határon. Úgyhogy eltöltenek itt egy szép, kellemes napot, és este a nagy koncert után visszamennek Kárpátaljára. A 15. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál és Mesterkurzus nyitó hangversenyének idén is a Városközpontban lévő Római Katolikus Társszékesegyház temploma adott otthont. A helyszíni adományok mellett a koncert napját követően is várják a felajánlásokat a Besenyei György Irodalmi és Művelődési Társaság számla számára. Az így befolyt összegből a kárpátaljai magyar oktatást és pedagógusokat támogatják.